Sziasztok, Lelk! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy japán indie horror játékot hoztam el nektek. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Hogyha pedig netalán valaki még mindig nem iratkozott volna fel a Gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor durvább gémeket pörgetünk itt? Na de az a játékunknak a neve, hogy a gyanús ember. Hát eléggé kis egyszerű a menünk. Ne várjunk amúgy olyan rettentő sok mindent ettől a játéktól, de ettől függetlenül bőven benne van, hogy brutálisan para lesz, ugyanis általában az ilyen játékok rettentően félelmetesek szoktak lenni, váratlan jumpscare-kkel meg minden, nagyon késő van már, és valami olyasmi a játékunk sztoria, hogy nekünk bizony haza kell jutnunk, na de hogy vajon épségben haza fogunk-e érni, az egy rettentő jó kérdés. Nyomatja is a karakterünk, hogy sietnünk kéne hazafele. Aha, a tabbal itt van nekünk menünk is, meg minden. A bal klikkel pedig tudunk interaktálni a különböző dolgokkal. Egyébként azt néztem, hogy kettő kimenetele is van a játéknak, szóval bizony a döntéseinknek lesz nagyon is súlya. Milyen gyanús ember? Most nekünk... Ja, azt hittem, hogy oda volt már írva a kis fali újságos témára, hogy valami gyanús ember van, de nem, hanem a tegnapi nap folyamán is láttunk egy gyanús embert, és bízunk abban, hogy bizony nem fogunk ma vele találkozni. Annyira para, hogy ténylegesen csak full egyedül vagyunk itt, de lehetséges, hogy már nem sokáig itt át kell mennünk a zebrán. Hát azt mondja, hogy nem tudunk itt átmenni. De csak azért nem, mivel még piros a lámpa, ugye? Hát ott szembe nagyon is van valaki! Egyre parább itt a zenénk. Hát nem jön senki, tesó! Aha! Ő a gyanús ember! Miért viselkedik ennyire furán? Meg miért tartja így a kezét? Mindjárt lekungfúz minket, vagy Mizu? Most hozzánk szól. Aha, nagyon is hozzánk szól, és figyelmeztet minket, hogy vigyázzunk nagyon magunkra. De akkor ő még jó fej volt, és nem ő igazából a gyanús ember. Pedig nekem, így bevallom nektek őszintén, ő is gyanús volt. De errefele pedig már sokkal sötétebb van. Milyen furcsaságról beszélsz? Valami nagyon nem megszokott. Na de itt is van nekünk az utcai lámpánk. Jó lesz minden, végül is. Ez csak egy rettentő para japán horror játék. Hát persze, hogy jó lesz minden. Mi ez a hang? Aha! Ilyen random emberablós furgonok is közlekednek, amelyek, hogyha meglátnak minket, dudálnak. Full normális ez! Miért nem kocsival megyünk haza? Miért kell sétálnunk? Vagy legalább bicóznánk, de nem, mi sétálunk. Ez a para helyen! Te! Ha ne ijesztegessél már! Te kajakra bebújtál az automaták közé! Ő akkor a gyanús ember, és nézzétek meg! Fú, de megijedtem most! Szóval nézzétek meg, hogy bármere is megyek, ő bizony a fejével nagyon is lekövet minket. De van egy olyan rossz érzetem, hogy hamarosan nem csak a fejével fog lekövetni minket, hanem a teljes testével, illetve a lábaival is. És full a nyomunkban lesz. Liba bőrös vagyok rettentően, és elkezd valaki szaladni felénk. Hát de nem látok senkit. Egyre jobban félek. Na, itt van egy bicikli. Mi lenne akkor, hogy ellopnánk? Hát krízis helyzet van. Srác, léci, lopjuk be ezt a bringát. Nem akarok sétálni. De bízzunk abban, hogy már rettentően közel van az otthonunk. Na, itt van egy telefonfülke, illetve benne egy leányzó. Aha. Szerintem áldozzuk be a csajszit, és meneküljünk meg. Miért vagyok ekkora állat? Hát ebből nekem nagyon is úgy tűnik, hogy ismerjük a lányt, ugyanis mondjuk, hogy ő is túlórázott most, ugyanúgy, mint mi. Nagyon félelmetes most itt minden, szóval inkább vele együtt fogok haza sétálni. Na, így legalább már kettesben vagyunk. A csajszi nem tőlünk ilyet meg, hanem valami, vagy ne talán valaki van mögöttünk.
Csávó, léci, legyen már gyorsabb az észjárásod, és kezdj el menekülni. Aha, és most pedig meg is tudunk fordulni, készüljetek fel. Jó, nincs sem mögöttünk semmi, aha. Annyira éreztem pont, amikor már fordultam vissza, hogy ez lesz. Tipikusan horror játékos ez. Mi lenne akkor, hogyha ide jönnénk hozzá és beszélnénk, vagy hogyha szépen belöknénk őt a telefonfülkébe és bezárnánk? Mégis miért követ minket folyamatosan? Elegem van! Én haza akarok menni most! Hát gyere bajnok, menjünk haza! Aha, ott van még a telefonfülkénél. Fú, olyan para jumpscare-ek vannak amúgy ebben a játékban, hát erről beszélek. Ugye az ilyen kis stúdiók által készített indie játékok, vagy netalán egy ember által készített gémek mindig annyira parák. Ez a fekete furgon miért van itt? Tudjátok, kiderülne, hogy igazából elrabolták a csajszit. Aha, rá tudunk kattintani és tudunk ám itt nyomozgatni. Hát detektív Robert meg is érkezett. Úgy tűnik, hogy senki sincsen ebben a kocsiban, na de szerintem én itt át tudok menni, és vizsgáljuk meg akkor jobban, aha, hogy téves volt a felvetésem, és nem tudok átmenni. Annyira aggasztom úgy, hogy nincsen sprint a játékban, és tényleg ennyire, de ennyire lassan kell haladnunk, na de vajon itt át tudunk menni? Hát sajnálatos módon nem, szóval haladjunk is tovább egyenesen. És reménykedjünk abban, hogy most már tényleg hamarosan otthon leszünk, és mennyire jól néznek ki amúgy a fáknak az árnyékai. Itt a padlón. Mi ez itt, egy buszmegálló? Vajon itt is tudunk nyomozgatni? Hát sajnálatos módon nem. Szóval haladjunk is tovább. Messze vagyunk még, de fú! Hogy rendes ettől megijedek! Találtunk egy kulcsot. Hát vegyük fel, mi, és ennyire vágjuk itt a dolgokat. Hát nagyon ismerhetjük ezt a csajszit, lehet, hogy volt valami köztünk. Ugyanis felismerte, hogy ez a kulcs bizony a lánynak, a házának a kulcsa. És meg is kaptuk akkor ezt, és fel is vettük a kulcsot. De minthogyha valami olyasmit írt volna, hogy a lánynak az otthona a másik oldalon van. Szóval itt akkor át kell nekünk menni. Már zöld is a lámpa, és majdnem elcsapnak minket, hát persze! Nyilván ide is kell nekünk jumpscare! Akkor mi most nagyon is meg fogjuk látogatni a csajszit. Hát ki tudja, hogy már hányszor lehettünk nála, értitek? Na, itt már legalább házak vannak. Szevasz csajszi, itt vagyok! Meghoztam a kulcsodat, Reiko! Na, de már megint ne ijedj már meg! Mi? Meghal? Hát de lelőtték volna, azt tudja, hogy hallottuk volna, tudja, hogy most lesz itt a jumpscare, mi? Aha, és amint visszafordulok, akkor lesz a jumpscare, ezt még egyszer nem fogom bevenni. Ó, hogy most nem így lett. Mi történt vele? Hát, vele már nem hinném, hogy tudunk beszélni, de azért rámegyek arra, hogy beszéljünk vele. Hát, úgy tűnik, mint aki meghalt. Aha. Megtaláltalak. Futnom kell, hát fussunk akkor. Végre megkaptuk a shiftet, és akkor bizony tudunk sprintelni, és most nézem, hogy bizony a sprint csíkunk ott van alul, de ahogy nézem, eléggé gyorsan visszatöltődik. De vajon most mit tudunk dönteni? Hát itt van már az apartmanunk. Oké. Nem már! Jaj, de jó! Elejtettük a kulcsot, miközben futottunk, szóval nem tudunk bemenni az apartmanunkba. És már itt van mögöttünk ez az emberke. Fú, te! Hát jól megijesztettél itt a végén is. A lábam is liba bőrös lett konkrétan. De nem is volt más választásom. Értitek? Egyre gyanúsabb ez a játék, és ötletem sincsen, hogy a másik kimenetelt hogyan kéne
intéznünk, és akkor nagy eséllyel ez a játékunk vége, ugyanis azt írja itt nekünk, hogy a kórházban ébredtünk fel, mivel nagy szerencsénkre megtaláltak minket az utcán és segítettek nekünk, a férfit, aki pedig követett minket, azt elfogták a rendőrök, hát happy end-el zárul ez az egész. Ez hatalmas megkönnyebbülés számomra, ugyanis nyugodtan visszatérhetek a mindennapi életemhez, és hamarosan akkor az utcából elfogják tüntetni azokat a táblákat is, hogy vigyázz, ugyanis egy gyanús személy mászkál a környéken. Na de most amúgy ötletem sincs, hogy mégis mit csinálhattunk volna máshogyan. Hogyha nem veszem fel a kulcsot, vagy hogyha kevésbé szaladok, akkor az lett volna a másik kimenetel? És mondjuk akkor az apartmanunkba sikeresen be tudunk menni, de akkor nem fogják el a férfit, és ki tudja, hogy még meddig lenne szabadlábon. Hát ennyi is lett volna ez a videónk, én rettentően éltem ezt a játékot, remélem, hogy nektek is bejött, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, én köszönöm szépen a figyelmet, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, addig is, szevasztok!